Már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása. Ennek köszönhetően az idén minden adott ahhoz, hogy hosszú elnyúló kajszi szezonban legyen részünk. Az előző 5 év termése nagyon hullámzó volt a szélsőséges időjárás miatt. A fő gyümölcsünk az a kajszi barack. Több mint 10 éve telepítettem az első 2 hektárt. Azóta 2 ütemben továbbfejlesztettem az ültetvényt. Sajnos az ültetvényre most nem tudunk felmenni, mert éppen egy vihar készülődik, és úgy gondoltuk, hogy jobb, hogyha itt maradunk a válogató részen. Most éppen kajszibarack válogatás folyik. Méretre, minőségre, színre osztályozzuk a barackot, és így kerül tovább értékesítésre. Így átmérőre osztályozzuk a barackokat. Ez körülbelül egy 40 vagy 45-ös átmérőjű barack. Általában van egy ilyen hüvelykúj szabály, hogy körülbelül 10-12% a mag-bél arány, tehát a magnak a súlya az olyan 10-12% az egész barasznak a súlyának. A fajtákról annyit érdemes elmondani, hogy elsősorban külföldi fajtákkal dolgozunk. A magyar fajtanemesítés az elmúlt 20-30 évben igazán új, innovatív, a 21. századnak megfelelő fajtákkal nem nagyon tudott előrukkolni, éppen ezért külföldi fajtákat hozunk be, ezeket honosítjuk, ezekkel úgymond kísérleteket folytatjuk, termesztésbe vonjuk, vannak, amik sikerülnek és működnek, vannak, amik nem működnek. Olasz faiskolákkal dolgozunk, de ezek nem olasz fajták, bár a köznyelv az olasz fajtáknak nevezi őket. Ezek a fajták Franciaországból, Spanyolországból, Svájcból, vagy az Egyesült Államokból származnak. Ott különböző egyetemeken, intézetekben fejlesztik, keresztezik ezeket a fajtákat. A fajtákról érdemes tudni azt, hogy körülbelül egy június elejétől július végéig, tehát egy 9-10 hetes időszakot ölelnek át, amiket én termesztek. Ez az érési időszak az idei évben előre csúszott, már május 18-án, tehát én extrém korai volt a kezdés, már május 18-án leszedtük az első barackokat. Ez gyakorlatilag 2 héttel korábban van, mint az alapesetben, ahogyan szokott indulni a szezon. Ez nyilván köszönhető a meleg tavasznak, tehát a február vége fele már virágzásnak indultak a fák, tehát március első napjában teljes virágzásban volt a gyümölcsös, és ez nyilván az egész Dél-Dunántúlon így történt, nagyon enyhe volt a tél, és mivel a fenológia korábban kezdődött, ezért minden korábbra csúszott, így az érés is természetesen korábbra csúszott, és ahogy mondtam már korábban, május 18-án elkezdtük a betakarítást, úgyhogy gyakorlatilag most szombaton volt 5 hete, hogy már megy a betakarítás, és ahogy látom, július 15, július 20-a körül nagyságrendileg a fő betakarítást, tehát a nagy részét be is fejezzük. Ez az én esetemben még későinek is számít a többiekhez képest, hiszen nálam, ahogy mondtam, jéghálóval védem a gyümölcsültetvényt. A jégháló az UV-nak 7-8%-át megszűri, ezért egy picit az érés is késik. Jelenleg úgy számolom, hogy kb. 1 hét kötőjel 10 napos érési késésben vagyok a kisfejkei, mucsfai, závodi kollégáimhoz képest. Ami jelen esetben nem okoz problémát, nem baj, ez csak egy érdekesség igazából, amit el szerettem volna mondani. 2019-ben volt utoljára egy relatív nagyobb termés, aztán 2020-21-ben komoly fagykáraink voltak, nagyon-nagyon minimális termés volt. 2022-ben volt egy ilyen gyenge közepes termés, 2023-ban a tavalyi évben volt egy körülbelül 25%-os termés, és az idei évben azt lehet mondani, hogy egy jónak mondható termés ígérkezik. Természetesen ezt akkor lehet csak kijelenteni, amikor már az utolsó szembarack is bekerült a hűtőbe, illetve értékesítésre került. Tehát körülbelül még a barack mennyiségének a fele az kint van a gyümölcsösben, tehát én sosem szeretek így előre nyilatkozni. Nyilván itt jöhet vihar, jég,
szél, tehát nagyon sok minden olyan tényező van, ami a végleges termés mennyiségét, illetve minőségét befolyásolja. A fagyoktól jobban megkímélt Dunántúlon egyértelműen jobb termés várható, mint az ország középső és északi részében.